Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai péntek esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Érkezzenek legfontosabb híreink! Testközelben a szakmák. Újfent nem rögzíthette televíziónk a DK Makói Fórumát. Cseh üveggyöngyből készült népi ékszerekből nyílt kiállítás Makón a könyvtárban. A HSC Návai Lajos Technikum és Kollégium összes szakmája, az intézménnyel kapcsolatban álló duális partnerek és helyi vállalkozók mutatkoztak be az iskola rendezvényén a cégek piacán. A műszaki és kereskedelmi eszközök mellett olyan érdekességekkel is megismerkedhettek a pályaválasztás előtt álló diákok, mint a 3D nyomtató és a VR szemüveg. Az eseményen részt vett Kincses Tíme a főigazgató és Hegedűs Zoltán kancellár is. A pályorientáció céljából valósult meg az interaktív és ismeretterjesztő rendezvény a Makói Návai Iskola tornatermében. A standoknál teljes körű bepillantást nyerhettek a gyerekek az intézmény szakmáiba. Ilyen volt például a festőmázoló, a heggesztő, a turisztika és a gépészetállomás. Látványos kitelepülésekkel vonultak fel a különféle ágazatok, melyek közül a most végzősök választhattak. Kincses Tíme a főigazgató kiemelte, a szakképzés kínálata kereslet alapúvá vált, és nagyon fontos, hogy az oktatás munkaerőpiac igényű legyen az intézményeikben. Olyan szakembereket képezzünk, kinek a tudása, a szociális kompetenciái is a munkaerőpiacnak megfelel, illetve egy életpályát tudjunk kínálni, láttatva azt az érdeklődőknek, hogy el tudnak helyezkedni abban az adott szakmában, megtalálják majd a számításukat. Fontos, hogy a vállalatok érzékeljék, hogy a szakemberképzésben nekik is érdemes részt venni, esetlegesen a munkaerő utánpótlást így tudják biztosítani a vállalataikban. Tehát a fiatalok egyben megismerkedhettek azokkal a duális partnerekkel is, akiknél tanulmányai során majd szakmai gyakorlatukat is végezhetik, ha a Návai iskolát választják. Érkeztek olyan cégek, akik leendő munkavállalóikat keresték. Csiki Botond értékesítőként dolgozik egy makói vállalatnál, aki elárulta, mivel foglalkoznak a mindennapokban. Ugye mi hidrolikus, pneumatikus, elektromos és szerkezeti javításokkal foglalkozunk, ez mind stabil mobilgépekkel egyaránt, csak hogy aki nem szakmabeli, az is értse, hogy a mobilgépeken a mezőgazdasági, építőipari gépeket lehet érteni, stabil gépeknél pedig az 1000 tonnás préstől, az élhajlítókon át, a lemezvágóollókon. Igazából szoktunk így a cégen belül hülyéskedni, hogy a tűtől az űrhajóig, kisebb-nagyobb túlzása, de tényleg nagyon szerteágazó, ahol jelen vagyunk. Nagy volt az érdeklődés a Csongrád-Csanád megyei kereskedelmi és iparkamara asztalánál. Mint megtudtuk, egy komplex pályaorientációs programmal járják az országot, ezt hozták el Makóra is. VR készülékkel érkeztünk, ez az iparkamara pályaorientációnak egyik programeleme, rendkívül népszerű a gyerekek körében. Itt tulajdonképpen 8 szakmát, alapszakmát tudnak a diákok kipróbálni, többek között a turizmus vendéglátás ágazatban tudnak tevékenykedni, épületgépészet, elektronika, akár egészségügyi ágazat, de akár a kreatív ágazatban is ki tudják magukat próbálni a fiatalok, valamint alapszakmai jegyzékkel érkeztünk. A standnál is megismertettem a fiatalokkal mind a 27 ágazatot, amelyben kipróbálhatják magukat, és Magyarországon, amiben el lehet helyezkedni. Az asztaloknál járva kíváncsiak voltunk, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok milyen szakmákkal ismerkedtek meg testközelből. Nagyjából a standok felénél voltam, az informatikai távközlés az nagyon jó volt, a VR is, a többi meg érdekes volt. És mi tetszett a legjobban? A VR szerintem. Mit kellett ott csinálni? Kiválasztottál egy munkát, és azt megcsináltad a virtuális valóságban. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a jelenlegi tanulók annó miért választották a Návai iskolát. Szerintem a közösség, az mindenképpen ajánlanám az embereknek, hogy közösség miatt jöjjenek. Én nagyon élveztem. A tanítás és a tanárok azok excellenciások, tehát nagyon jók. És azt mondanám, hogy overall-ban nagyon jó iskoláról beszélünk, mert ösztöndíjat is kapnak a diákok. A diákok a nap végén értékes ajándékokkal és a munkaerőpiac lehetőségeinek ismeretével gazdagodva térhettek haza.
A korábbiakhoz hasonlóan ismét kiküldték a szervezők a Makói Városi Televízió stábját csütörtök délután a Demokratikus Koalíció városunkban megrendezett fórumáról. Az eseményre közel 20 érdeklődő érkezett. Az est meghívott vendégei voltak dr. Dávid Ferenc, valamint Varga Ferenc országgyűlési képviselők, ám mielőtt konkrét szakpolitikai témák kerültek volna előtérbe, a média képviselőinek el kellett hagynia a helyszínt. Fórumot tartott a Demokratikus Koalíció Makón a Kelemenházban, ahol meghívott vendégek voltak Varga Ferenc és dr. Dávid Ferenc országgyűlési képviselők. A Mucsi Tamás választókerületi elnök Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint a gazdasági életet érintő témákat szerettek volna körüljárni az eseményen. Dr. Dávid Ferenc az első percekben egy rövid szakmai bemutatkozás után felvázolta. Beszélni kíván többek között költségvetési kérdésekről, nyugdíjügyekről, valamint arról, hogy mit lehet tenni az infláció mérséklésének érdekében. Stábunk a meghirdetett rendezvényre, mellyel kapcsolatban nem jelölték meg, hogy nem sajtónyilvános, szintén kilátogatott. Az esemény házigazdája, Mucsi Tamás választókerületi elnök azonban arra kérte munkatársainkat, hogy néhány perc után hagyják el a helyiséget. Az volna a kérésem, hogy készítsenek vágóképeket, és akkor egy 10 perc múlva, hogyha megkérném önöket, akkor elhagynák a termet, megköszönnénk, hogy egy kötetlen beszélgetés legyen. Nem hirdettük az esemény sajtónyilvánosan, de mindig örülünk, hogyha tudósítanak arról, hogyha velünk tart a média, de azt gondolom, hogy itt olyan súlyos gazdasági témákról is szó esik, ahol az emberek szeretnék elmondani személyes tapasztalatokat, és nem vagyok benne biztos, hogy az szeretnék, hogy megjelenjen a tévéképernyőin. Így a fórum első 10 perce után, mielőtt a fentebb említett témákban bármilyen konkrétum is elhangzott volna, stábunknak el kellett hagynia a termet. A Sárközi Gyöngy Gallérok című népi ékszereket bemutató tárlat megnyitójának adott otthon csütörtök délután a József Attila Városi Könyvtár földszinti terme. Belényi Rutai Katalin kamara kiállításán a résztvevők közelebbről is megismerhették az alkotó munkásságát és alkotásait. A Kiszombori Harangvirág népdalkör zenés műsora színesítette a kiállítás megnyitójának pillanatait. Belényi Rutai Katalin stábunkkal megosztotta, hogy aktív korában Ferenc Álláson az önkormányzatnál dolgozott és segítette a képviselőtestület munkáját. Jegyzőkönyvvezető, illetve ügyintéző volt, de amire a legbüszkébb, hogy még 4 községben látta el az anyakönyvesztetői feladatokat. Kiemelten ejtett szót arról, hogy már gyermekkorában is lekötötték a népi iparművészettel kapcsolatos elfoglaltságok. Édesanyám hímzett vásárhelyi kalocsai mintákat, édesapám szalmából, font, vesszőből kosarakat készített, és hát amikor tehettük, akkor elmentünk a népi vásárokra. Ilyenkor mindig valami kis kincset megvettünk, amit még ma is őrzök. Én először csak varogattam magamnak, családnak, és akkor biztattak, hogy hát készítsek már eladásra is, mert ezek olyan szépek és egyediek, hogy biztosan másnak is fog tetszeni. Így karácsonyi, illetve húsvéti kis apróságokat vartam, és tényleg sikere volt a vásárokba. Utána fölkerültem Budapestre, és ott a Hagyományok Házában elkezdtem tanulni nemezelni. Hozzátette, tűnemezelni is megtanult, azonban sajnos a koronavírus közbeszólt a továbbképzésének, és az egészsége is megromlott. Finom motorikus mozgása annyira lelassult, hogy nem tudott tovább nemezelni. Mint kiderült, egy workshopon vett részt, ahol megtanult gyöngyöt fűzni. Ez a kreatív alkotás annyira megtetszett számára, hogy elkezdte magát továbbképezni. A népi ékszerkészítő megosztotta stábunkkal, hogy milyen alapanyagokat használ fel, és milyen motívumokkal készíti anyagba valókat. Kizárólag csak cseh üveggyöngyöket használunk, illetve cseh csiszolt gyöngyöket, tehát se a japán, se a műanyag nem elfogadott a Sárközibe. A hagyományos motívumokat, amit annó elkezdtek az asszonyok fűzni, ugyanazokat fűzzük, de most már a modern színekkel is dolgozunk, ezeket azonban nem fogadják el hagyományosként, amikor zsűriztetünk, hanem ezek modern ékszerek.
Adnak ellenére, hogy csak szeptemberbe kezdtem, nekem is van már 2 olyan ékszerem, egy nyakba vető, illetve egy zengő várkonyi cakkos, ami pávadíjas lett. A kiállításon 15 alapékszer vehető szemügyre. A főszínek a kék, piros, fehér, zöld és az óarany. A kiállításon Szikszei Zsuzsanna, a József Attila könyvtár és múzeum igazgatója mutatta be az alkotót, majd általánosságban is beszámolt a gyöngyös ékszerekről és a gyöngygallérra is kitért. Szorványosan másút is előfordul, például Mezőkövesden, mégis inkább, leginkább a sárközi falvakban kedvelték gyöngyéknek, gyöngygallérnak vagy nyaksisnak is nevezett, hálószerűen kialakított gyöngysorokat. Ez egy ünnepi nyakék volt, női ünnepi nyakék, vékony fonalra fűzött, különböző színű, apró üveggyöngyből vart laza hálófonat, mely 3-10 centi széles fodorban omlik a nyak köré. Korábban zárt gyűrű alakot képezett, alkalmanként húzták össze, és kötötték meg hátul egy madzaggal. Később a két vége nem zárult össze, a felső szélét textil pántba foglalták, kapocssal csukták. Továbbá elhangzott, hogy a legszélesebb és legjellegzetesebb a Tolna megyei sárközben viselt gallér, amelyeket varróasszonyok és specialisták készítettek el. Az érdeklődők május 10-ig vehetik szemügyre a kiállított nyakékeket. Budapestről hozott haza szép eredményeket a Makó Búdó Klub 2 ifjú boxolója, Körömi Ábel és Novák Szabolcs. A sportolók és edzőjük Kis Ferenc, valamint az egyesület elnöke Márton Imre egy sajtótájékoztató keretében osztottak meg részleteket a közelmúltban megrendezett utánpótlás magyar ökölvívó kupáról. A közelmúltban Budapesten került megrendezésre az utánpótlás magyar ökölvívó kupa. A megmérettetésen 65 klub 324 versenyzője versengett a legjobb helyezésekért, köztük a Makó Búdó Klub 2 boxolója, Körömi Ábel és Novák Szabolcs is. Márton Imre, az egyesület elnöke a témával kapcsolatos sajtótájékoztatón elmondta, hogy a fiatal sportolók milyen szép eredményekkel tértek haza. A junior 48 kg-ban, amiben Körömi Ábel is versenyzett, így gyakorlatilag első helyezéssel ért célba, és hát gratulálunk hozzá neki, hiszen ez egy remek teljesítmény, és néha azért ez is felelősséggel jár, hogyha valakinek már komoly teljesítménye van mögötte, és ezt a teljesítményt mindig bizonyítani és hozni kell. Novák Szabi a második lett a döntőbe, sajnos vereséget szenvedett, de azért ez is nagyszerű eredmény, főleg úgy, hogy itt legalább 8-as táblákról beszélünk, tehát több mint 8 versenyző volt általában a súlycsoportokban. Na most ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy azért nem olyan könnyű volt eleve helyezést vagy érmet, no pláne a végső győzelmet megszerezni, de ez a versenyzőinknek, és azt gondolom, elég jól sikerült és bizonyítottak. Hozzátette, egy nagyon komoly rangos és fajsúlyos versenyt tudhatnak a hátuk mögött az ökölvívók, az itt bemutatott teljesítmény igen sokat tesz hozzá ahhoz, hogy az adott egyesület milyen helyet foglal el a sportág országos palettáján. Körömi Ábel televíziónknak elmondta, hogy hogyan érezte magát a szorítóban. Én a második napon kerültem sorra, akkor volt az első meccsem, ott egy paksi ellenfelem volt, 5-0-val megvertem, aztán az elődöntőben egy kőbányai ellenfelem volt, őt is 5-0-val megvertem, és meg is számoltattam. Az utolsó meccsem, a döntő, az szoros volt, úgy is mondhatnánk, hogy nehéz ellenfél volt, de őt is sikerült egyhangú pontozással legyőznöm. Ábel emellett a legtechnikásabb junior férfi versenyző díját is hazahozta a fővárosból. Mint mondta, versenyek szempontjából az év hátralévő része is sűrű lesz számára. A válogatottal nem sokára Szerbiába utazik, júliusban Romániában az Európa-bajnokságon is jól szeretne szerepelni, és reményei szerint a Mexikóban megrendezésre kerülő világbajnokságra is kijut majd. Novák Szabolcs a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképzőiskola rendészeti tagozatára jár. A fiatal tehetség a tavalyi évben kezdett el komolyabban foglalkozni a bokszal. 2022 úgy a nyári szünetbe kezdett el jobban érdekelni, akkor és aztán amikor elkezdődött az iskola, akkor kezdtem el járni
osztálytársaim hatására. Nagyon tetszett nekem az a légkör, ami ott volt. Szerintem a többi ellenfelem is kezdő volt, kivéve akivel a döntőbe boxoltam, mert ő már 10 éve lassan benne van a boxba. És válogatott. És 3 éve válogatott. Mindkét sportolót Kis Ferenc edző készítette fel a viadalra. A szakember rávilágított, hogy hogyan látta a szorítón kívülről az összecsapásokat. Ábel leiskolázta az egész mezőnyt. Ő volt a legtechnikásabb, leghartosabb és legkeményebb versenyző. A Szabolcs az 6 hónapja kezdte el a zökölvívást, és most kapta meg az orvosi engedélyt, és szerencsére az utolsó pillanatban, és sikerült neki eljönni erre a versenyre, és nagyon helytállt, nagyon jó boxolt. A végére úgy annyira belejött már a boxba, hogy számolni kellett már majdnem a gyerekre, már hogyha még perc lett volna, vagyis fél perc lett volna, már kikütötte volna. Az edző nagyon büszke tanítványaira, akik az iskola mellett is képesek ilyen szép teljesítményt nyújtani. Mindezek mellett köszönetét fejezte ki a fiatalok szüleinek is, akik rendszeresen segítőkezet nyújtanak abban, hogy könnyebbé váljon az egyes versenyekre való eljutás. Ez a hétvége sem telhet el programok nélkül. Szombaton Bartók Béla kerékpáros emléktúra indul Makóról Nagyszent Miklósra. A szervezők azt kérik, hogy a résztvevők a határátlépés miatt mindenképpen vigyenek magukkal fényképes igazolványt vagy útlevelet. Makó város önkormányzata, a Makói Természetbarát Sport Egyesület, valamint a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat közös szervezésében valósul meg április 22-én a Földnapján, azaz most szombaton délelőtt egy túra. Ez a kerékpáros kirándulás régi hagyományra nyúlik vissza. Idén Bartók Béla születésének 142. évfordulójához kapcsolódóan kelnek útra. Nagy népszerűségnek örvend a program a fiatalok és az idősebbek körében is. A szervezők remélik, hogy ez alkalomból is lelkes csapat gyűlik össze. Évek óta szervezők, eredetileg ugye a zeneszerző születésnapjához, március 25-éhez kapcsoltuk, de az időjárás miatt ezt csúsztattuk az idén is. Tehát 22-én szombaton lesz, 9 órakor indulunk a Hagymaháztól, és Nagyszent Miklósra megyünk át. Tehát ide útlevél vagy személyigazolvány kell az átlépéshez, és ott megkoszorozzuk majd a zeneszerzőnek a szobrait, mert 2 is van, megnézzük a szülőházát, a szülők sírját a temetőben, úgyhogy ez lesz a program. Ez oda-vissza olyan 40-50 kilométer körülbelül, tehát nem teljesíthetetlen. A túra Makóról indul, és Kiszomboron át a határátkelőn keresztül Csanádon is áttekerve érkeznek meg majd Nagyszent Miklósra, ahol koszorúznak, majd egy sétát tesznek a városközpontban. Ennek során ellátogatnak a szervezők a résztvevőkkel a volt Nákó kastélyban lévő Bartók Béla kiállításra. További színes programok várnak még a túrázókra, ha az idő is engedi szombaton. Rossz idő esetén a kerékpár túra április 29-én kerül pótlásra. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Testközelben a szakmák. Újfent nem rögzíthette televíziónk a DK Makói Fórumát. Cseh üveggyöngyből készült népi ékszerekből nyílt kiállítás Makón a könyvtárban. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a hétvégi időjárást, majd a Legyünk a béke eszközeivé városunkban című rövid videósorozatot tűztük műsorra, melyben Farkas Éva Erzsébet polgármester beszélget Makó ismert személyiségeivel. Később megtekinthetik Társalgó című színes kulturális magazinunkat, valamint a Hét Híre című hírháttér magazinunkat. Végezetül pedig levetítjük a Fába vésett történelem című dokumentumfilmet. Kedves nézőink, ez volt az április 21-i péntek esti híradó. Legközelebb jövő héten hétfőn jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!